Már mindent értek. Már világos. A pasastól kapta Ines a lakást, amikor építkezett. Ez az egész ház Santiago tulajdona. És adott egy lakást Inesnek. És mivel ennyire jól áll anyagilag, segíti Ines, pénzt ad neki, hogy ne kelljen dolgoznia. Azt nem akarom mondani, hogy kitartja, mert nem arról van szó, de hát Ines 10 éve nem dolgozik. Kérdezni akartam valamit. Mit? Nem tudom, megkérdezzem-e, mert nincs jó kedved. Jó, ne haragudj, kérdezz. Szóval, tegyük fel, hogy szeretőd van. Mi? Ez csak feltevés, szóval ha szeretőd lenne, te adnál neki pénzt. Miket nem kérdezel, Gabi? Hát igen, bele sem akarok gondolni, hogy szeretőd van, persze, csak jól én ezt van, helyzetét jó, akarom megérteni. Hát kérdezek most én valamit. Páz asszony tud erről az egészről? Nem tudhat róla. Vard be a szádat. Neked nem lesz nehéz, mert szófukar vagy. Te is kérsz kávét? Most mi van? Patrikó, de hát mit csinálsz? Gyereket akarsz tőlem, nem? Rendben van. Akkor neki is látunk. Mi? Az ágy. Nem. Nem, azt hiszem, ledőlök egy kicsit, mert őszintén, ez fárasztóbb, mintha dolgoznék. Ezt meg hogy érted, Juan? Én fárasztalak ki. Nem magammal beszélgetek. A lányod is pont olyan, mint te. Kezet foghattok egymással. Azita, nem kenyerem a durvaság, de itt és most zárjuk le a beszélgetést, nem folytatom tovább. Igen, szerintem is zárjuk le, mert bár nem tudom bizonyítani, de teljességgel meg vagyok győződve, hogy a te kezed van az ügyben, te tervelted ki. Pascoli. Hát, de hát ez botrány is, látod? Megint úgy beszélsz velem is, hogy milyen Igen. szavakkal. Egy jó barátoddal, aki imád téged, Pazita. Nagyon rosszul esik, hogy nem hiszem. Figyeljem, és ez nem minden. Nevesd el a súlykot, mert a törvény vár rád. Jaj, micsoda férfi. Ez aztán a karakter. Rajta, angyalom, hívd csak a törvényt. Rá fogsz jönni, hogy semmi közöm az ügyhöz. Hallgass rám. Öreg róka vagyok én már a szakmában, Pazita, úgyhogy mondok valamit, ha megengeded. Nézz körül jobban. Néha az ellenség közelebb van, mint azt az ember hinné. Mindemellett még okoskod? Nem. Eszem ágában sincs. Csak hallgass rám, Pazita. Ezt tapasztalatból mondom. Én nem beszélek a levegőben. Távozz. Csak nem kidobsz. De, Pascoli, kidoblak. Megyek. Foltot ejtettél a becsületemen, és az ingemen is be... Bocsánat. Bocsánat, asszonyom. Asszonyom. Mi az? Elnézést, nem akarok tolakodónak tűnni, de ki volt ez az úriember? A tejkirály tulajdonosa. A konkurenciák. Ébresztő? Ne így ébresz fel, ez nem jó. Hát ahogy jó, finoman ébresztettelek. Próbáld meg még egyszer. Igen, ez az. Nézd, mit hoztam. Mit? Hát nem jó itthon lenni. De. Kérsz Mátét? Persze. Vagy inkább majd pászol? Nem, ő nyilván úri módon teázik. Pontban 5-kor, és hozzá a legdrágább süteményt szolgálják fel neki, meg még amit lehet. Ne beszéljek, jó, nem beszélek. Hihetetlen vagy, Gábi, komolyan hihetetlen. Kérek Mátét. Jól van, de azért beszélek sokat, mert hiányzol. Ne legyél ilyen, olyan gonosz vagy. Csókolj meg, kérlek, csókolj meg. Csókolj meg. Nem, így áll Mátét. Na. Patrikó, de hát mit csinálsz? Gyereket akarsz tőlem, nem? Rendben van. Akkor neki is látunk. Mi? Az ágyra. Feküdj az ágyra! Aja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 j
Gyereket vársz tőle? Igen vagy nem? Engedj! Gyakoroljuk egy kicsit. Ne, rajta, ne, na, ne, gyere! Engedj el! Hogy békén! Nézd hozzám, vagy hozzávágom ezt a fejedhez, világos? Azt hajtogatod, hogy velem akarsz lenni.
Most akkor nem akarsz? Nem. Nem? Inkább kiugrom az ablakon. Akkor meg miért csinálod ezt? Mert ki nem állhatlak. Azt akarom, hogy kirúgjanak. És mert tök jó szórakozás. Befejezted? Igen. Igen. Jöjjön be. Anya! Bocsánat, Pacheco. Elnézést, asszonyom. Hogy oda? Hogy vetemedhettél ilyesmire? Hogy játszhattál a terhességgel ilyen könnyelműen? Belegondoltál, mit éreztem? Én nem ilyen rossz viselkedésre neveltelek, Barbara. Aj, anya, ne haragudj. Elvetetted a súlygot. Ezúttal nem bocsátok meg. Nem tudok. Erről biztosíthatlak. Na de... Tessék! Ha nem akarja, hogy a férje is kapjon egy kazettát, szedjen össze 70 000-et. Egy óra múlva tegye a pénzt egy zacskóba az Andon vasútállomás kukájába, a sorszámokat ne írja fel. Egyedül menjen, asszonyom. Ha meglátom a testőrét, agyonlövöm. El kell mennem. Elmesélte Barbinak? Nem tudhat róla, nem mondtam el. Hála az égnek, hogy addigra Agirre ideér és elkíséri. Nem. Miért nem? Agirre nem jöhet velem. Azt mondták, hogy ha meglátják, agyonlövik. Hová kell mennie? Az Andon vasútállomásra. Nem mehet egyedül, veszélyes lenne, Paz. Nem mehet egyedül, de nem mehet oda egyedül. Oda nem mehet. Persze, hogy oda megyek. De nem értem, miért csinálja ezt Pasculli vacak 70 000 dollárért. Nem értem, de mindegy. Elviszem a pénzt, nem számít. Nora. Igen? Könyörgök. Nem akarom, hogy bárki is belekeveredjen. De senki. Senki nem tudhat az ügyről. Jó, rendben van. Könyörgök. Nem mondok semmit, de megkérem, valamire fontos. Ha oda vitte a pénzt a helyszínre, hívjon fel, hogy meg tudjak nyugodni, Paz. Esküdjön meg. Esküszöm. Könyörgök. Átartozom. Légy szíves, kimennél a konyhából? Most miért menjek ki? Mert megkértelek, hogy távozz, és mert egyedül akarok lenni. Kimennél? Köszönöm. De jól van, kimegyek. Én is egyedül akarok lenni. A mai napig nem tudtam, mi a reménytelen szerelem. Most már tudom, és szenvedek. Fennmegy máshol, köszönöm. Imádkozom Szent Bacinóhoz. Jó, menj már ki. Szia. Ez ki? A védőszentem, Szent Bacino. Szent Bacino. Menj már, Gino. Szeretnék kérni valamit. Nem nekér semmit most, miért, én kérek szeretnél? Valamit, mi elég volt. Nem tartom tovább a számot, Paz, asszony, pénzt visz egy zsarolónak azért a videókazettáért. Mindent tudok, és fel vagyok háborodva, elég. Ide hallgass, pénzt követeltek Paz asszonytól, az Andon vasútállomáshoz ment egyedül. Egyedül? Egyedül! Megfenyegették, hogyha a testőrével megy, lelövik a testőrt, vagyis téged, Agirre. Mikor ment? Most nem olyan régen. Andon vasútállomás egy szemetes kuka. Ó, Istenem! Megvan, leadtam a pénzt, már megyek haza. És Agirre? Mi van Agirrével? Sajnálom, de mindent elmondtam neki, elment maga után. Nem hiszem el.
De... Ah!